Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hallod-e a kutyák távoli ugatását? Ha ez megvan, akkor ez a pillanat tiszta, és akármilyen magyarázatot hallasz magadról és a világról, önálló lettél. -e. De ha nem látsz tisztán, nem hallasz tisztán, akkor a helyzetet sem ismered föl tisztán, a kapcsolatod sem, és a teendődet sem. Hallhattatok egy kitűnő bevezetőt Ádámtól, aki klasszikus zent hozott. Hallhattatok egy kitűnő bevezetőt Benedektől, aki az advaita védántát hozta nekünk ide minimális fogalmi teherrel és gyönyörű szemlélettel. És az az érdekes, hogy mind a kettő valahol az egység tapasztalatot tartja a legfontosabbnak, és az abból való helyes kiindulást, és az oda való helyes visszatérést. Úgyhogy, ha ebben segíthetek, akkor tegyétek fel a kérdéseiteket. Mit lehet kezdeni olyan szorongással, aminek nem tudom az eredetét? Ráadásul jellemző, hogy ha leülök meditálni, akkor szerte foszlik. De a hétköznapok során pedig fel tud újra merülni, és amikor megkérdezem akkor magamtól, hogy, hogy mi okozza, akkor nem tudok válaszolni. Ez a nem tudom, ez neked nagyon sokat fog segíteni. Én két dolgot javaslok, hogy meditálj minél többet, és merülj el ebben a nem tudomban, és akkor a szorongás megmutatkozik, aztán eltűnik. És a második javaslatom pedig az, hogy csinálj hangos könyveket, és védj részt szinkron műhelyben, mert eszméletlenül jó a hangod, jó a kiejtésed, és jó beszélsz. Tehát, hogyha ez neked feltűnt, akkor az is feltűnik, hogy ez mennyire nehezen tanítható. Tehát vannak olyan emberek, akik természetesen jól artikulálnak, nagyon jól rezdülnek, már vár az, hogy felolvassák a napi sajtót, és abból teleregény lesz abban a pillanatban, és hogyha valami művészit olvasnak föl, akkor annak a hullámain te szépen tudsz utazni egészen a művégéig, benned ez megvan, tessék csinálni, és elmegy az összes Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Én az illúzióvesztéssel kapcsolatban kérdeznék, mert valahol az a hipotézisem, hogy amíg nem tapasztaljuk meg az egységállapotot, addig egyik illúzióból esünk a másikba, és ez az illúzióvesztés folyamatos. Hogy Ezt lehet a ebből kiszállni? Az előtt teszed föl, hogy az egységet megtapasztaltad, vagy az után? köszi. Tedd félre. Ja. Legyen a pillanat tiszta. Legyen a centered erős. Ne kövesd a gondolataidat. Ne légy a rabja az érzelmeidnek, és akkor jól tudsz gondolkodni, őszintén tudsz érezni, helyesen tudsz cselekedni. Jó? Oké. Okay. Köszönöm szépen. Hát, szívesen. Egyéb kérdés? ebből az érdekelne, és az lenne a kérdés, a leborulás, az éneklés és a meditáláson kívül napi kétszer, mit tudok még tenni azért, hogy ezt az önigazoló tulajdonságomat lebontsam? Van kutyád? Nincs. Macskád? Az sincs. Akkor el kell menni olyan helyre, ahol mondjuk állatkert, kutyasétáltató, macskafuttató és egyebek vannak, ugyanis az állatok nagyon jó tanítók. Tehát a te önigazolásod az állat számára a legérdektelenebb. Lehet, hogy egy másik embert jobban érdekel az önigazolásod, de az állatot egyáltalán nem érdekli, hogy te mit gondolsz magadról. Az érdekli az állatot, hogy legyen mit ennie, innie, kapjon szeretetet, figyelmet, rendszert, mikor sétál, mikor alszik, mikor táplálkozik, és teljesen független ez a te önképettől. Tehát a valódi kapcsolat és a helyes működés függvénye az egész. Kérdésed első felére az a válaszom, hogy az önigazolást kereső típus bukja a legnagyobbat maga előtt a zen -meditáció során, mert az állandóan igazolni vágyott énség nem létezését belátja. És az önigazolás teljes feleslegessége. Az, hogy lássuk tisztán magunk és mások karmáját, az elsődleges. De hogy erre az önigazolás pecsétjét rakjuk, hogy mi igazak, jók, helyesek, emelkedettek, fenköltek és egyebek vagyunk, na erről lemondunk egy idő után. Nem segít senkinek. Az sem segít, ha elítéljük magunkat, és negatív önigazolást szeretnénk, hogy bűntudattal, állandó önmarcongolással, egy elképesztően negatív önképet építsünk föl, amelyet aztán sebzetként lehet lobogtatni a világ előtt, és ahogy mind a két tanítónktól hallottad, a figyelem koldusai leszünk így. Akár pozitív, akár negatív minőségekkel kérünk figyelmet, az mindön igazolás, mind az énségnek a figyelem felkeltő mozdulata. Tehát, lásd meg magadat a magad ilyenségében, amilyen vagy, azt is, hogy a karmádon hol kell változtatni, és hol lehet azt éppen hagyni, hogy ketyegje magától. Tehát az önigazolás lesz a legfeleslegesebb dolog, hogyha zennel foglalkozol. És akkor is, ha nem. Még egy nagyon rövid gyakorlati kérdésem, mert hát az tényleg nagyon rövid lesz, ígérem. A gáté... Várjál, bekapcsolom a kérdésmérőt. Mehet? <laughs> a gt gt pere gt uh, dolgozom a kezdetek óta, mióta a zen gyakorlom, egy ideje már. Viszont az utóbbi időben folyamatosan bekapcsol bennem, akár felkelés után, akár random napközben nap a surangama mantra. Érdemes lenne lecserélnem a gátégátét, és ezért jelez a surangama, vagy hagyjam így, és ez teljesen jó. A surangamát teljes hosszában naponta egyszer csináld meg. Egyébként pedig, amikor jössz és mész, és van egy kis üres elmeidő, akkor a gátégátéval szépen toljad tovább. Semmi baj, a taxival azért, mert négy kereke van. Viszont a taxi elhozott az űrállomás, és megláttad az űrhajót. Azzal sincsen semmi baj. Az űrhajóval nem tudsz elmenni bevásárolni, a taxival nem mehetsz el a holdra. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Cukorbetegséggel küzdök, és uh, így meg ilyesmik. és autoimmun, és amikor idejövök, teljesen felborul a szervezetem. És elkezdek így rosszul lenni, hogy mit csinálnak rosszul, mert hogy szeretnék eljönni mondjuk tíz naposra, de félek, hogy itt fogok meghalni. Nem csinálsz semmit sem rosszul, csak azt lásd, hogy a pszichofizikum, tehát a test és a lélek, az egy nagyon kényes egyensúlyt tart fent. És eközben működtetünk olyan karmákat, olyan ciklusokat belül, amelyek itt például az érzelmi ciklusaid, a gondolati ciklusaid, ezek megváltoznak. Megváltoznak, mert itt többet mantrázol, többet ülsz, teljesen más a mentális működésmódod, mint odakint, hiszen ezért jövünk ide. És a lelked működése az bizony, ha megváltozik, az megváltoztatja a tested működését is. Tehát azok az önfenntartó rutinok, amelyek odakint maguktól látszanak működni, megváltozott feltételrendszerben teljesen másképp működnek. És ezért vannak ilyen testi tüneteid. Ez egyébként a tudati tisztulás része. Csak utána vissza kell tudni ezeket kapcsolni, ahogy ezt a testet karmája megkívánja utána elindulhat egy olyan folyamat, amelyet a test öngyógyító képessége és a lélek öntisztító képessége egyszerre szabályoz, de erre semmilyen garancia nincs, mert nem tudjuk, hogy hány karmán kell még keresztül menned ahhoz, amíg ezek a képességek aktiválódnak. Ez egy bizonyos energiaszint fölött, és bizonyos én tudat tisztaság fölött spontán bekapcsolnak. De hogy ez mikor történik, meg és mennyi gyakorlás kell hozzá, azt senki nem tudja megmondani. De minden pilóta elmondja neked, teljesen mindegy, hogy a felhőréteg milyen vastag 100 és 3000, 4000 vagy 5000 méter között. Ha eléred a 12 et ott nincs felhő. Az biztos. Úgyhogy csak dolgozni kell. És szedni a gyógyszert, és egyéb kondíciókat megadni a testnek, hogy ne menjen ki alulad. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Hogyan tudom a fókuszt és a figyelmet előtérbe hozni és gyakorolni akkor, amikor a családi karmát nem tudom megszüntetni, mert nem veszem észre, és még a környezetem minek kell mondani eléggé, és gyakran. A családi karmát nem lehet megszüntetni, de a viszonyt meg tudod változtatni. Akármennyit gyakorolsz, akármit gyakorolsz, azt, hogy apád és anyád hozott a világra, azt nem fogod tudni megszüntetni, és nem is ajánlom. Viszont nagyon megváltozhat a szülőkhöz, a családtagokhoz való viszony, hogyha mondjuk önállósodsz, és egy kicsit kimersz lépni a családi kötelékből, legalább fizikailag, esetleg lelkileg, és hogyha nagyon durván kondicionál a családi karmád, akkor akár több évre is azt mondod, hogy írok majd nektek, de ne keressetek. És ez ahhoz kell, hogy te tényleg elnyerd önmagad, járd az utadat, és az autonómián keresztül működj együtt a családoddal, és nem a determinált helyzetből üvöltözzél, hogy téged ki nem hagy kibontakozni, ki az, aki meghatároz, kit követsz te kényszerűen, találd meg az utadat, találd meg önmagad, Találd meg az életedben azt a feladatot, amelyet úgy tűnik, hogy te hoztál létre. És akkor mehetsz úgy vissza a családba, hogy már nem érzed, hogy állandó nyomás alatt vagy. Ezt meg kell tudni tenni. Különben vagy apabörtön, vagy mama hotel, de mindenképpen köt. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogy tudom minél hamarabb észrevenni az egót. Ö, és ö, még ha észre is veszem bizonyos érzelmeket, azt érzem, hogy nem tudok egyből megszüntetni. Milyen messze vagyok tőled? Hát pár méterre. Úgy beszélsz, mintha száz méterre lennék. Ne félek, bocsánat. Látod? Látod, hogy a félelem milyen szakadékot teremt? Na, ez a negatív önkép. Tehát amikor nem vagy elemedben, akkor félelemben vagy. Mitől félsz? Na, nagyon izgulok, hogy így beszél Ön, önmagamtól szerintem azt érzem. Ezt nem hiszem el. Én rád nézek, és nem félek tőled. Akkor te miért félsz önmagattól? A karmától félek, vagy attól, hogy nem vagyok képes beteljesíteni azt, amiért jöttem. Mi a karma? Hát ok, okozat. És attól szoktunk félni? Nem, de akkor én miért félek? Hát ezt én is szeretném. <laughs> én annyira szeretnék segíteni neked. És hogyha kiderül, hogy mitől félsz, akkor könnyen lehet, hogy nem fogsz félni egy idő után. Miért? Szoktál félni a fürdőszoba tükör előtt? Mm, általában nem. Egyre érdekesebb, amiket mondasz, hidd el. És mikor igen? Engem érdekel. Mikor igen? Hát nem félni az van, hogy nem tetszik az embernek, amit lát, nyilván. Akkor én naponta jo. félnék, ha nekem naponta nem tetszik, amit látok, de nem szoktam félni attól, amit látok a tükörben. Na, mikor félsz? Mondjad. Nem tudom. Nagyon jó. Ezt a nem tudomot, ezt, ezt belül nagyon kéne tartani. Tehát mondjuk ki, hogy amikor te odaállsz a, a tükör elé, akkor nem félsz a látványtól. Jó, nem félek. Ez így van? Ebben tudsz hinni? Igen. Nagyon jó. Akkor most magad helyett oda rakunk egy macskát a tükör elé. Attól félnél? Nem. Nem. Egy kutyát? Nem. Egy zsiráfot? Nem. Egy varacskos disznót? Lehet. Már lehet? Igen. Né? Pokot? Hát nem. Nem tetszik, de nem. Nem félek. Haladunk, haladunk. Mindaddig, amíg ezt a tükörjátékot folytatjuk, és csak jönnek-mennek a tárgyak a tükör előtt, vagy uram, bocsa, az emberek, ettől a jövésmenéstől te félsz? Igen, kicsit. Miért? Mi az, ami félelmetesebben a jövésmenésben? Mm. segítsek? Haladás? Nem. Az, hogy a többiek körülöttem vannak? Nem. Az, hogy nem találtad meg azt, ami nem jön és nem megy. Ha te abban a pozícióban vagy, hogy te nem jössz és nem mész, akkor körülötted akármi jelenik meg és tűnik el, ugyanolyan érzéssel tölt el. Tehát te válj a tükörré, és ne válj egyetlen tárgyá vagy emberré sem, akik vagy amelyek a tükör előtt jönnek és mennek. Na ez a stabilitás az, amitől elemetben vagy. Igazi önvalónknak nagyon kevés attribútuma van, ugye? A vallások felruházzák attribútumokkal, uram, bocsánat, meg is személyesítik, meg ilyen egyéb alakokat raknak rá, mint ember, ugye? Nagyon kevés mondható el érvényesen erről a minőségről, de az, hogy tiszta, mint a tükör, tiszta, mint a tér, ez igen, és nagyjából itt meg is szűnt minden. Minden egyéb ebből következik. Tehát, hogyha tiszta térszerű, tükörszerű önvalódat éled, uh -huh. az nem mozdul, nem keletkezik, nem szűnik meg, nincs mitől félni. Érted? Uh -huh. És ami ebben a tükörben látszik, az nyugodtan jöhet, és mert miért? És itt a második része a válasznak, mert nem azonos a tükörrel. Tehát a kényszerű azonosulás a félelem oka. Uh -huh hogy te belehelyezed magadat hamis identitásként egy tárgyba, egy emberbe, egy állatba, bármibe, és ez a hamis azonosulás elviszi az elemedet, az energiádat, az énedet. Érted? Mm. És amikor fel vagy osztva darabokra, legyengülsz. Ez a félelem állapota. Tehát projekciókat tessék megszüntetni, azonosulásokat tessék megszüntetni, illúziókat tessék félretenni, és akkor a tükör mindig meg tudja különböztetni magát a tárgyától. A nem mozduló meg tudja különböztetni magát a mozgótól, a jövőtől és a menőtől. Tehát ezt a nem mozduló, tiszta, tükörszerű, térszerű tudatot kell elérned, és akkor, ahogy a szívszutra mondja, az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. És itt az akadály, az mind az illúzió, a hamis azonosulás, a dualitásokhoz való ragaszkodás, ami cincál jobbra-balra. Uh -huh. Képzeld el, hogy otthon van a kedvenc tükröd, és barátságot kötöttél vele. Mert a tükör egy nagyon megjósolható minőség. Megjelenik előtte valami, a tükör azt visszatükrözi. Nem jelenik meg előtte semmi, nem tükröz semmit. Tehát van a tárgyas tudat, és van a tárgyatlan tudat, mind a kettőt bírni kell. Mi lenne, hogyha a tükröd még akkor is tükrözné az arcodat, amikor már kimentél a szobából? Ugye milyen furcsa lenne? Eléggé. Igen. Igen, de a humán az nagyon tud a múlthoz ragaszkodni, hallottad. És a múlt árnyai vannak a tükör előtt a valóság helyett. Semmi szükségre. Ne a múltból akard a jelent levezetni, és ne a jelenből a jövőt. Oké? Okay? Ja. Tehát légy elemedben, légy a pillanatban, légy önvalódban, és akkor megszűnik a félelem. Ja. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy délelőtt kaptunk nagyon jó mankókat és segítséget ahhoz, hogy a meditációban hogyan tegyük félre az egót, vagy hogyan maradjunk meg a középpontban, és hogyha minden nap életben rohanunk, és jön egy kisebb vagy nagyobb esemény, ami egy érzelem hullámot indít el, akkor ahhoz van-e valamilyen mankó, hogy az ne gyűrjön maga alá, hogy az könnyebben átmenjen csak, és én kívülről tudjam figyelni milyen érzelem hullámot szeretnél csak úgy átengedni magad? Mindegyiket... Hát mindegyiket. a misguz, te is, te. Hát ez egy kortünet ma délután. Az összeset, ami nagyon kibillent, és nem tudok középpontban. Mondj mert... egy érzelmet, ami nem billent ki. Hát az nem is az, vagy nem elég intenzív. Tehát fogd föl és tükrözd, nézd meg, hogy mit használhatsz belőle, mondjuk az emberi kapcsolat szintjén az adott pillanatban. Tehát, hogyha éppen a szerelmes pároddal beszéltél és letetted a telefont, akkor rögtön a következő 10 másodpercben ne kezdjél üzleti tárgyalást, mert totál félreérthető lesz. Jó. És visszafelé is, hogyha egész nap üzleti tárgyalást folytattál, akkor nem ennyiben rögtön az intim kapcsolatba, mert az is totál félreérthető lesz. Tehát nézd meg, hogy az adott pillanat teljessége mit kíván, milyen érzelmeket. És nagyon gyorsan kell belül, természetesen, intuitíve kiválasztani azt, hogy most milyen érzelmeket tartok meg, adok át, fogadok el, generálok, semmisítek meg. Jó, köszönöm. Szívesen. Én konkrét tanácsot szeretnék, hogy a múltat a tükörről hogy töröljem le. Szivacsal. Mm -hmm. Az, a... Az csak a pára lesz. Na valamit tudsz. Tudod, hogy a típus szó miből ered? Typosz, veret. Ez a görög eredeti. nem csak az a baj, hogy a tükör emlékszik túlságosan a múltra, még akkor is, amikor a jelen már mást kíván, hanem hogy bele is véssük a rárakódott képet. És ilyenkor ki kell tudnunk csiszolni ezt az egészet, és újra tiszta lappal indulni, és megengedni mondjuk egy másik embernek is a környezetünkben, hogy minden nap tiszta lappal induljon. Párkapcsolati problémák, hölgyeim és uraim? Mennyire ragaszkodunk a másik emberről alkotott képhez, amelyet évek óta éppen göngyölünk fölfelé? Tessék belenézni, hogy milyen mélyen véstük bele a tükörbe a típust, és hányszor vagyunk hajlandóak teljesen tiszta lappal a másiknak újból teret adni, lehetőséget adni, és esetleg magunknak is. Tehát, ha visszatérsz ehhez a pillanathoz, akkor a tükör önmagától kiegészül, letisztul. De ha ragaszkodsz a vésedhez, a veredhez, akkor a karakter nem tud változni se belül, se kívül. Ne a látóképességedet vesz is, de hanem a ragaszkodásodat old föl. Teljesen más. Úgyhogy amikor a tükörszerű, térszerű tudatról beszélünk, akkor a pillanat tisztaságát is ideértjük, amelyben összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Ezt a meditációval lehet tapasztalni, és egy olyan lélekkel kimenni, amely képes az öntisztulásra, és egy olyan testtel, amely képes a gyógyulásra. És most a gyógyulást leginkább emberi kapcsolatainkra értem, mert akármennyire is úgy tűnik, hogy 7,9 milliárdan vagyunk nem sokára, ezen a planétán, tragikusan kevés őszinte szeretett kapcsolatunk van. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora felhozatal erre a bolygóra, hihetetlen kevés az az ember, akiben tényleg megbízol, akit tényleg szeretsz, akivel összekötöd az életed, vagy a munkád, vagy az utazásaid, mennyi van? Na mennyi? Na ehhez kell egy tiszta tükör, amely lemeri törölni a múlt árnyait róla, és a korábbi vésetet azt ki tudja csiszolni. Ehhez kell egy óriási bátorság és egy óriási hit. Merd megtenni. Úgyhogy tudj megbocsátani, és ehhez valamennyit felejteni is kell. Nem mindent, csak egy kicsit. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Felmerült egyszer csak a kérdésben, nem fontos mi az, amit látok a tükörben. És ez kicsit tovább gondoltam még, hogy, hogy mi az, ami, ami ezt látja, ami a tükörben van. Te és a harmadik itt az élvezeteket. Maradjunk meg most ennél. Az, amit látsz, az általában nagyon egyszerű. Az, amit akarsz látni, vagy amitől félsz, hogy látod, az nagyon bonyolult. Tehát az ember a látást és a projekciót általában keveri. Tehát a kivetített illúziók és a világos percepció keveredik. Ez a szenvedésnek a gyökere. Tehát mert azt látni, amit tényleg mutat a tükör, és nem rögtön jobban és rosszban, kellemesben, kellemetlenben gondolkodni. És nézd meg azt a pillanatot, amikor még tiszta gondolattól mentes, dualitástól mentes látás van, vagy amikor az egészet elborítja az agyalmány, az elmédnek a különböző hányadéka. Mondok egy példát. Az első 90 napos elvonulásomat 27 éve hajtottam végre az amerikai Egyesült Államok keleti partján, Cumberland, Rhode Island viszonylatban, és egy hatalmas nagy zenközpont volt, és egy kolostor, kb. 300 méter egymástól, de egy olyan jó 15 hektár saját föld volt. És naponta tettük ezeket a délutáni sétákat, különböző ösvényeken, és tényleg megtanulod kikapcsolni a navigációt, mert van valaki, aki vezeti a sort, és én kígyószerűen megy utána mindenki, nem kell róla gondolkodni. És az az előtti hónap, az az enközpontban telt, a három hónapos elvonulás a Kolostorban és ahogy sétáltunk, sétáltunk, majdnem lecsücsültünk egy kis dombra, de egyszer csak megláttam egy ilyen viszonylag nagy deszka épületet, régi, ilyen angol típusú ablakokkal, és nem tudtam, hogy hova értünk. A sétának a végén voltunk, és ahogy a séta végére értünk, én azt gondoltam, hogy hát vissza kéne érnünk, de valami teljesen ismeretlen épület volt előttem, amely úgy nagyságra hasonló volt az én a színe is hasonló volt, és akkor jöttem rá, hogy visszaértünk az enközpont épületéhez, és abban a pillanatban, hogy rájöttem, hogy ez az, az összes korábbi élmény így rétegesen egy nanoszekundum alatt rárakódott, és már az zenközpontot láttam, nem csak egy faépületet. Tehát nagyon érdekes élmény volt, mert egyszer csak látsz, és utána pedig az elmédnek a réteges rávetítését, a múlt, a jelen és a jövő összes projekcióját tapasztalod. Kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön teljesen kivetítésmentesen, illúziómentesen látni a világot. Először ez csalódás is lehet, de utána látod, hogy ez a megszabadulásnak a kulcsa. Nagyon fontos. Amikor pedig a tárgyas kérdésről van szó, ugye, hogy mi ez, akkor előbb-utóbb megtanulod azt látni, amit tényleg a tükör előtt van. Jó? Volt még egy harmadik kérdés ehhez, hogy az, ami látja, meg az, amit látod azonos vagy különböző? Ó, ezt nem válaszolom meg. <laughs> Jó. Ami lát és amit lát azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonos, hiba, ha azt mondod, különböző, az is hiba. Milyen színű az ég? Kék általában. Nem, az ég mindig kék. A felhő szürke vagy fekete. Jó? Igen. Ja. Köszön Köszönöm szépen. Szüvese. Ott. Tessék. Elég régóta ö, csalásokkal és hazugsággal találkozom, így emberi viszonylatokban. És az lenne a kérdésem, hogy vajon mit nem látok jól? Azt, hogy mennyi energiát veszítesz ezáltal. És hogy tudnám ezt meghaladni? <kül> ne reagálj érzelmileg rá, és ne hidd azt, hogy neked igazad van. Mert elszigetelődöm, most már annyira nem bízom az emberekben, mivel hogy ez folyamatosan történik, hogy most már teljesen bezártam magam. Ez is a csalás része, csak öncsalás. Értem. Tehát megismétled a csalást belül, mert annyit tapasztaltad kívül. Értem. És tanulj meg visszatérni ahhoz, amely nem emberfüggő, először a humánt azt ki kell vonni a képbe, és ahogy hallottad, tessék macskákkal, kutyákkal, lovakkal, és Ezt egyéb főemlősökkel hát... barátságot kötni. Ugyanis ők tudnak néha picit hamisak lenni, de csak akkor, hogyha az ember rosszul nevelte őket. A saját természetükben nincs hamisság és hazugság. Tehát félre lehet nevelni egy kutyát, rosszul lehet idomítani egy tigrist, nagyon csúnyán be lehet törni lovakat, és akkor a viselkedésük megváltozik. De az eredeti karakterükben nincs hazugság, hamisság és csalás. Tehát a tigris tigrissége, az nagyon megjósolható. A lólósága is, a macska macskasága is. Úgyhogy először ezt kell, hogy gyógyulj, illetve egy olyan belső munka, ahol te nem kérdezed, hogy hol tévedtél. Egyébként a szüleimtől eredez, akik sajnos már nem élnek, tehát múlt Kint benne... Nem, ott bent e... még igen. Tehát most derültek ki dolgok, hogy igazából ők is hazudtak nekem. Pontosan, és hogyha ilyen hálóban nősz föl, akkor az egyetlen egy esély, hogy nem tekered magadra folyamatos magyarázkodással vagy magyarázat kéréssel. Hogyha ezt a hazú kognitív és érzelmi hálót magadra tekered, soha nem fogsz kijönni belőle, mert azt akarod, hogy a hálón belül igazad legyen. Mm. És ezért mondtam a kivezető utat, hogy egy olyan felületet, olyan Viszonyt találj, ahol nem merül föl, hogy igaz vagy hamis, megbízható vagy megbízhatatlan, őszinte vagy csaló. És amikor a lelked megnyugszik és a tudatod letisztul, akkor már meg tudod különböztetni azt, hogy ki az, aki hazudik neked, és ki az, aki igazat mond. Értem. Szülői mintázatok, család és egyéb mintázatok néha ezt úgy meg tudják keverni, hogy az borzasztó. Miért? Mert a gyerek feltétel nélkül hisz a szülőknek jó darabig, jó pár éven keresztül. Igen. És hogyha ebbe a családba születtél, akkor neked ezzel dolgod van, és ledolgozni valód is van. Úgyhogy mindenféle önsajnálat, balítélet, öndefiníción nélkül tessék az egyszerű és tiszta gondolkodás mentes igazsághoz visszatérni, és ez segít később a gondolati, érzelmi, beszédbeli igazságokat helyesen látni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Részben a családi karmához kapcsolódik a kérdés. Felkutatjuk a család olyan részre, itt, nem látunk rá, és nincs esetleg per pillanat lehetőségünk utána járni, mert mondjuk már nem élnek olyanok, akikkel tudnánk erről beszélni. Ilyen esetben a megoldás az az, hogy meditáció után meglátom a lehetőséget arra, hogy ehhez hozzájussak, vagy előfordulhat az, hogy nem ismerem meg a választ, és csak ott lebeg ez a kérdés. Nézd, ez azért másodlagos, mert amilyen családi karmát hordozol, az benned megvan. Lehet, hogy látensen, nem, nem meglátott módon, nem megdolgozott módon, de ott van. Amennyit én megtudtam az őseimről, annyit felfedeztem magamban. De amit felfedeztem magamban, azt nem biztos, hogy megtaláltam az ősben, mert nem találtam meg az őst. Tehát ne a családfa karmikus múltbéli hálózatában keresd a megoldást, hanem magadban. És hogyha javasolhatom, el más családokhoz, esetleg családos Volt régen egy havi egy olyan cikk, hogy egy család havi bevásárlása, és végigmentek, Afrikán, Amerikán, Európán, mindazokon a helyeken, ahol bevásárlások zajlottak, és kiválasztottak azt hiszem, hogy 12 családot, és bemutatták egy ponyvára téve, hogy egy nigériai, egy müncheni, egy Washington állambeli, egy New Orleansi, egy São egy hegyi indián, egy kínai, egy japán, sorolhatnám. Egy család, két-három gyerekkel, egy hónap alatt miből él. És akkor, amikor látod, hogy a nigériai ez gyakorlatilag egy ilyen félvedernyi cucból eltartja magát, a müncheni két- és fél bevásárlókocsi. Hihetetlen. Tehát nézd meg azokat a különbségeket, amelyek családi és családi karmak között vannak, hogy ne legyél a sajátodba bezárva. És minél mélyebben látod a saját családodat, minél több generációra, annál keményebb karmákat látsz meg, és azt hiszed, hogy te szenvedsz. Na most, ha kicsikét körülnézel az öt kontinens, vagy négy kontinens lehetséges családi karmái között, akkor szerintem a magyar családok többsége így megköszöni, hogy ide születtünk, hogy így nőttünk föl, hogy csak ennyi bajunk van, hogy járó távolságon belül van, étel, ital, gyógyszer és a többi, és innentől kezdve az összes problémán kicsit megoldhatóbbnak tűnik, mint mondjuk az emberiség azon 20%-a esetében, akik egy dollár per napnál kevesebből élnek, nincs 20 kilométeren belül víz, nem tudja, hogy a jövő héten eszik-e vagy sem. Ez körülbelül két milliárd ember. Úgyhogy nem a nagyszámokkal szeretnélek agyon nyomni, hanem a horizontot szeretném kitágítani annyira, hogy láss rá más és más nézőpontból a családi karmádra, könnyebben fogod kezelni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Többször hallottam tőled, hogy mondod, hogy tessék, szeretett kapcsolatra lépni egy másik emberrel. És az lenne Én ér... mondtam ilyet? Igen, többször is. Többször is? Igen. Szerintem jókkal. Folytasd. És hogy mi van akkor, hogyha ez így nem jön mondjuk az életembe? És hogy hát, hogy oké, okay, csinálnám én, de hogy nincs. Nem jön? de arra mész? Látod a jelzőtáblát és arra mész? Igen. Nem volt túl meggyőző. Nem tudom. Azt szeretnéd, hogy ez magától következzen be? hát. Gondolom, a buddha tanítása hogy... szerint önmaguktól létező dolgok nincsenek, ezeket valaki vagy valakik megteremtik. Tehát mennyire veszel részt az ilyen szeretett kapcsolat megteremtésében? Ez a kérdés. Na, így már más mi? Van egy ilyen gyönyörű fogalom, hogy társteremtés. Mennyire teremted meg a társadat? Azt, hogy kell. <laughs> gondolatban, érzelemmel, beszéddel, cselekedettel, a látás, a hallás, az illat, az ízlelés és a többi érzékszervek útján. Használd ki azt, hogy emberi tested van, és van benne lélek. Mert akkor valószínű, hogy találsz egy másik lényt, akinek szintén van teste, lelke és tudatossága. És hogyha ez a kettő úgy harmonizál, akkor ez mondjuk egy jó alap a párkapcsolathoz. Annyit javaslok, hogy legyen egy feltétel nélküli üzemanyag, amely minden körülményt és feltételt elbír. Tehát, hogyha nincs feltétel nélküli szeretet lehetőségként benned, akkor soha senki nem lesz elég jó neked. Soha. És akkor annyira a koldusok leszünk, annyira lejjebb adjuk később, hogy már a normális feltételeket sem akarjuk számon kérni rajta, csak úristen szeressen már valaki, meg én is szerethessek valakit. Tehát van egy olyan, hogy feltétel nélküli szikra, ez olyan, mint a legfinomabb üzemanyag. Ez gyönyörű, mert valahol az önvalónak a kis cseppje benned, hogy feltétel nélkül tudok valakit szeretni. És ezt be kell vinni a mindennapi élet kőkemény zúzdájába, ahol feltételek vannak, ahol föl kell kelni, dolgozni kell, haza kell jönni, vásárolni kell, stb. stb. Papírokat kell kitölteni, el kell küldeni a hatóságnak, és megvárni a választ rá. Ezek kőkemény feltételek. És ezen feltételek között ez a feltétel nélküli nem fogyhat ki. Nem fogyhat ki. Mert ha kifogy, akkor az egész egy ilyen száraz, rossz ízű, óraműszerű kerepelés lesz, és igazi lélektől lélekig való kommunikáció helyett különböző mondatokat vágunk egymás fejéhez. A feltétel nélküli rész tényleg olyan, mint a legszebb üzemanyag. A feltételhez kötött élet, ha jól van, megreálva, akkor az olyan, mint a legjobb motor és hajtáslánc együtt. És hogyha te egy hajtásláncban jó üzemanyagot raksz, akkor az nagyon sokáig elviszi az utasokat, lehetőleg legalább kettőt és hogyha később ilyen kis, kicsi utasok lesznek, akkor nekik is van hely. Úgyhogy amennyit ebből én tapasztaltam, ami tényleg nem, még nem sok, az azt jelenti, hogy mindenkinek van esélye, mert mindenkinek van teste, lelke és tudatossága, azaz buddha természete. De hogyha nem vigyáz a feltétel nélküli és a feltételhez kötött egyensúlyára, akkor vagy üzemanyagból fogy ki, és akkor ott áll a tökéletes hajtáslánc, vagy pedig millió számra van üzemanyag, de nincs egy motor, nincs egy hajtáslánc, amibe belemerem tenni. Tehát vagy az örömöt viszem túlzásba, vagy a feltételrendszert viszem túlzásba, és azzal az üzemanyaggal sem jutsz messzire, amit egy dézsában felrobbantasz az út mentén. Az ugyanolyan hiba, mint az üzemanyag nélküli tökéletes jármű. Oké? Okay? Úgyhogy én azt kívánom, hogy mindenki találja meg azt az utat, ahol tapasztalhatja igazi természetét, ezt a tiszta térszerű gyönyörűséget, amelynek az egység tapasztalatából következik az a tiszta tudat, amely mindig minden pillanatban helyesen tud működni, és ezáltal a kapcsolataink, az együttműködésünk, a család és a társadalmi életünk megfelelő irányban folyik. Az ember nagyon megjósolható, hogy boldogságkereső, szeretetigénylő és szenvedéskerülő lény. Ha ezt már látod magadban, annyira nehéz már nem lesz. Jó utat! Köszönöm a figyelmet!